kedves gyülekezet, Isten igéjét Pál apostolnak a Korintusiakhoz írt első leveléből olvassuk, a 13. résznek a 4. versétől a 13. versig terjedő igeszakaszból. Tehát Isten igéje megtalálható Pál apostol a Korintusiakhoz írt első levelében, a 13. résznek a 4. versétől a 13. versig terjedő igeszakaszban. Így hangzik Isten igéje. A szeretet hosszú tűrő, kegyes, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik égtelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy, de legyenek már jövendő mondások eltöröltetnek, vagy akár nyelvek megszűnnek, vagy akár ismeret eltöröltetik, mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a proféták. De mikor eljön a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik. Mikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek. Minek utána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, amint én is megismertettem. Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három, ezek között pedig legnagyobb a szeretet. Amen. Foglaljunk helyet, és például is meghallgatjuk az életet a szót. Thank you.
gyülekezetet, különösképpen az édesanyákat, nagymamákat. Jézus Krisztus nevében köszöntünk minden édesanyát és nagymamát. Kívánjuk azt, hogy ezen a délutánon az Úr igéje, Isten maga bátorítson abban a nemes munkában, szolgálatban, amit az édesanyám kell, hogy végezzenek. De mindnyájan gyermekek és szülők, férfiak, nők, mindnyájan jó lesz, hogyha Isten igényre figyelünk is, és megértjük, mi az Istennek a mondani valója nekünk személyesen. Ez a legfontosabb. És azután hazamegyünk otthonainkban, és próbáljuk megélni azt, amit Isten mondott nekünk, hát Isten erre segítsen bennünket. Szeretném köszönteni Budai Lajos testvért is, Nagyváradi Belvárosi Gyülekezetnek lelkipásztorát. Örülünk, hogy eljöttek egy kicsit haza, és itt lehet közöttünk, az Úr áldja meg testvéreinket az ige szolgálatában, ezen a délutánon itt közöttünk. Egy igeverset szeretnék idézni, amit mindnyáján ismerünk nagyon jól, Korintusiakhoz írott második levél, 5. részéről a 16. vers, 17. vers. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, mindig újjá lett minden. Az édesanyák szolgálatára gondolok. Az egyik, ami észre lehet venni az édesanyja munkája után, a változás. Ha össze-vissza hagyták a gyerekek a ruhákat, az édesanyja bemegy, és mikor kijön, rend van. Nem biztos, ha a gyerek bemegy, ugyanúgy szép rend marad. De az édesanyja oda bemegy, akkor ott rend lesz. Vagy ha azt gondoljuk át, amikor a gyermekek milyen éhesek, és ez kell anya, meg az kell anya, az édesanyja oda megy a konyhába, a hűtőhöz, vagy a kamrához, csinál, amit csinál, de jól lakott és boldog gyermekek jönnek ki a konyhából az ebédőben. Ugye megváltoztak a dolgok. Milyen szép, és milyen jó. Sorolhatnánk ezeket a dolgokat, amit az édesanyja szolgálata nyomán történik a gyermekek vagy az unokák életében. Most arra szeretnék biztatni minden kedves édesanyát, nagymamát, hogy vizsgálja meg az ő saját életét. Hogy vajon az Istennel való kapcsolat az megfelelő? Az Istennel való kapcsolat az ő saját életét megváltoztatta? Itt az ige erről beszél, hogy aki Krisztusban van, az megváltozott. Új teremtés, más ember. A régiek elmúltak. A régi zsörtölődő, csúnya beszéd, irigység, meg harag, meg mindenféle ilyen dolgok, amiket megengedett magának, és talán nem tartott a nagy dolognak, nagy rossznak. Végzem, ellátom a családot, de ezzel a lelkülettel. Most az ige azt mondja, hogy ezek régi dolgok, és ezek nem jó dolgok. És ha valaki a Krisztusban van, az új teremtés, és ezek a régi dolgok elmúlnak, megbocsátja ezeket az Úr Jézus, és újjá lesz minden. Olyan jó megtapasztalni ezt. Kedves édesanyák, nagymamák, erre figyeljünk oda. Hogy a saját életünkben történjen ilyen. Ne csak vallásosság, ne csak ilyen karitatív, jó, ügyes háziasszony, meg szakács, meg ilyen szempontból legyenek dolgok rendjén, hanem legyen a lelkünkben is a rendjén a dolgok, hogy tudjunk örülni az Úrban, hogy tudjon békességünk lenni, hogy ne legyen lelkiismeret furdalás és vádolás a szívünkben, hanem szabadság és öröm. És hogyha ez megtörténik az életünkben, akkor szolgálhatunk arra is, hogy mások is megváltozzanak, a gyermekeink, a rokonaink és mások. És ezt azok tudják tenni, akik Krisztusban vannak. Nem egy vallásban csupán, hanem az Úr Jézus Krisztusban. És én erre bátorítok mindenkit, hogy kerüljünk a Krisztusba. Az Úr Jézus Krisztusba. Az Úr Jézus Krisztusnak a szíve megtört, megnyílt, mondom így. És befogad oda minden embert, aki érzi bűnösségét. Jöjjetek most az Úr Jézus Krisztushoz, az ő szívébe, az ő lényébe, mert ott változás van és áldás van. Kívánom, hogy ezt tapasztalja meg minden édesanyja és nagymama, és mindnyájan, akik itt vagyunk Isten házában. Tudjuk elmondani ezt az aranymondatot, hogy aki az Úr Jézus Krisztusban van, az új teremtés. A régiek elmondtak, és újjá lett minden. Adja meg az Úr, hogy mindjárt el az új életre tudunk eljutni. Édesanyák és gyermekek, szülők és gyermekek, Istennek a gyermekből. Amen. Amen.
Újból az énekkar szolgálatát hallgatjuk meg, azután a gyermekcsoport szolgálatát, összevont gyermekcsoportos szolgálatát. Köszönöm.
bánat, ameddig ő véd engem, nem ér semmi bánat. Körülvesz virasztó átú szeretettel, érzem mélyen a padolgot, szünem reste. Köszönöm, áldott teste lelke, csak életem fáradt. Istenem, köszönöm az édesanyámat, köszönöm a szívét, melyből este reggel jó imádság számoztál gyermekéért estve. Köszönöm a szívét, mert csak értem dóban, itt a földön senki se szerethet jobban. Köszönöm a szemét, melyből jóság árad. Istenem, köszönöm az édesanyámat. Álmeg édesanyám járását kerését, álmeg könyvmondatását, álmeg szenvedését. Álmeg imádságát, melyben el nem fáradt. Álmeg két kezeddel az édesanyámat. Hall meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat. Köszönöm, köszönöm az édesanyámat. Nagymamákat is, gyermek szívemet hála járja át. Köszöntök ma minden nagymamát, akik szeretve szolgálnak nekünk, megértő szívvel örülnek velünk. Minden örömünk megtízszerezik, s a bánatunk mind megfelezik. Áldja meg az Úr nemes szívüket, és utalmazza szeretetüket. Nagymamákat is, gyermek szívemet hála járja át. Köszöntök ma minden nagymamát, aki szeretve szolgálnak nekünk, nekik ő szívve ülnek velünk. Tízszeresik a bánatunkat, mi megfelezik. Áldja meg a Úr nemes szívünket, jutalmasson meg a szeretetüket. Yeah.
anyukámhoz. Ne légy te busz soha, légy mindig csak vidám, legyen fényen belül a te szíved, anyám. Hát ez szent lelked, a te kedves alapod mindig előttel van, s én rád gondolok. Amikor a lelkem oda bent kavarok, mindig és mindenkor én hozzád szaladok. Felszáll minden este, könyörgő harpimám, tarts még jó Istenem sokáig anyukám. Legyen fényel pedig a te szíved, anyám, ne légy te busz, soha légy mindig csak vidám. Bye.
hogy engedem, hogy gyermekek legyenek, és megtért hívő emberek legyenek majd annak idején. A pergető zenekar szolgálatát hallottuk majd meg a következő percekben, azután majd Kovács Anett és Szabó Szabolcs. Mint a tavasz csókernyomán, a föld újra éled, mint a vetés reménységén kalász az ígéret, mint a pihóhasadásból hajnalra lesz rózsa, úgy derüljön könnyes arcod jó anyám mosolyra, hogyha meg is bántottalak, bocsásd azt meg nekem. Mindig jó gyermeked leszek, szívemről ígérem, csak szeressél továbbra is, szíved velem járjon, a jó Isten édesanyám ezerszer megáldjon. Akkor kérjük a pengető zenekar szolgálatát, vagy Kulcs Ádám a Mária testvérünk szolgál. Szeretném gyülekezetben együtt énekelni egy anyáknak énekel, a zenekarra a bevezető részt, és majd megkérünk, hogy a verszakokat a női hangok énekeljék, és a tenor, egy szép duett lesz, és a refrénnél a karjánál pedig mindenki kérjük, hogy kapcsolódjon be.
Én is szeretettel köszöntöm az édesanyákat és a nagymamákat. Szeretnék egy ilyen verset köszönteni. Aki ültet és aki öntöz egyet, és mindegyik majd a maga jutalmát kapja a fáradozásához méltóan. Ugye már én is édesanyja lettem, és jó volt megtapasztalni azt, hogy milyen édesanyának lenni, és valahogy más szemmel látom a dolgokat, és rájöttem arra, hogy édesanyának nem mondtam el azt, hogy mennyire is értékelem azt, amit ő tett, mert nem tudom elmondani, mert nem él. Más szemmel látom azt most, hogy ő mennyit fáradozott értem, mint akkor, amikor nekem még nem volt gyermekem. Szeretnék egy pár jellemvonást mondani az édesanyától. Először is azt, hogy rajtuk van a felelősség. Édesapám mindig azt mondta nekem, rengeteg állatot hozott haza nekünk, hogy amit megszerítettél, azért felelős vagy. Hát akkor milyen felelősséggel tartozunk mi a gyermekért, akit Istentől kapunk ajándékba? Milyen nagy felelősség az, hogy az ő lelkét is, az ő testét, hogy növekedhet ezáltal, hogy építhetjük őt. Édesanyáról szeretnék egy pár dolgot mondani a jellemvonásáról, hogy milyenek is az édesanyák. Először is kitartóak és hűségesek. Szeretnék én is ilyen lenni, mint ő. Kitartó volt az imában. Én 25 évesen tértem meg. Édesanyámnak biztos sokszor hoztam fájdalmat azzal, hogy nem jött a gyülekezetbe, vagy nem úgy viselkedtem, ahogy kellett volna, de ő mégis kitartott. Hűségesen imádkozott, és miután meghalt, és miután megtértem, akkor is többször hallottam azt, hogy kitartott és imádkozott értem a gyülekezetbe, és hangosan. Hát akkor mennyire örült annak, amikor megtértem. Aztán több jellemvonás, ugyebár a hűségről, a kitartásról és a gondviselésről. Nekem is van egy kislányom, éjszaka többször kell felkelni, vagy többször kellett felkelni hozzá. Hát bevallom őszintén, sokszor úgy ment, hogy nem volt kedvem hozzá, és nem akartam. De milyen egy édesanyja. Fel kell, és teszi a dolgát. Akkor is a fáradt, akkor is a álmos, a beteg, ha nincs kedve hozzá. Ez egy olyan dolog, ami csak akkor tapasztalhat meg az ember, amikor már így is édesanyja. Nem könnyű feladat. És tényleg nagyon hálásak lehetünk azért, amit az édesanyák tesznek értünk. Aztán kitartás, ugyebár a hűség, az áldozatkészség, a lemondás. Sokszor tapasztaltam azt, hogy ha valami nem jutott nekem, vagy kimaradtam valamiből, édesanyám lemondott a saját részéről, csak hogy adjon nekem, vagy hogy legyen nekünk. Hát kívánom, hogy ezek a jelenvonások legyenek érvényesek rám is. Legyen kitartó, hűséges, gondviselő, és amit elmondtam utoljára, és szeretném azt mondani mindenkinek, hogy legyünk hálásak a mi édesanyánkért. Addig még van, értékeljük, bármilyenek a gyerekek, tudom, hogy ilyenek vagyunk mi, amikor vannak, tehát nem tudjuk úgy értékelni, vagy elmondani nekik, vagy lehet olyanok vagyunk, ahogy az Úr Jézus is mondja, hogy elhagyjuk a pásztort, várjunk el, hogy a pásztorokat elkalódnak, és sokszor okozunk fájdalmat, vagy sebeket, de most mégis mondhatom azt, hogy nagyon hálás vagyok az édesanyámért. Amen. Úgyhogy a zenekar szolgálatnak kérjük, majd Nagy Barbara fog szolgálni. Thank you.
édesanyám, aki szeret, gondot visel rám. Szereted őt, megfogadom szavát, tekintete hint rám égi sugár. Ő kulcsolta imára a kezem, hogy a megváltót én is dicsérjem. Ő áldás, ajándék és kincs nekem, nagy érték fel nem becsülhetem. Minden nap imádkozik életem, hogy Istenél legyen teljes életem. Anyák napján ez a legszebb imám, hálát adok, hogy van édesanyám. Thank you.
Hálás vagyok Istennek, hogy jóból itthon lehetek, és hogy láthatom a gyülekezetet. Mindig, amikor ide jövök, sok emlék előjön, amit a testvérekkel éltem át, meg amit a rokonaimmal is, az én nagymamámmal, meg nagynénémmel, akiket ugye itt ismerhettem, és akik itt voltak. Hát egy jó néhány ilyen emléket felidéztem magamba, ami a nagymamámmal kapcsolatos. A Szatmári mamámtól dolgozni tanultam meg, mert ő nagyon szeretett igyekeztetni bennünket, hogy dolgozzunk. Emlékszem, hogy mikor egy évig itt járt a munkába, hát ő akkor még élt, és ott volt a mellettünk abban a kis lakásban, ami az övé volt. És amikor visszajöttem a munkából és ebédeltem, gondoltam egy kicsit végignyúlok az ágyon, mama már mindjárt jött, kopogtatott, Lajos, egy kis tevékenység nem lesz, és már akarta volna, hogy valami kis munkához neki fogjunk. Hát ugye ebben példát mutatott volt, úgyhogy 30 fokos meleg volt, s kint gyomlált a kertbe. Mondtuk, mama egyszer összeesik, s meghal. Ez nem lesz jó, őt ne féltsük, mert ő a munkát elvégzi. És jó volt látni, hogy ő egy ilyen dolgos asszony volt, és minket is erre tanított. Aztán a másik mamámtól, a Szalontai mamámtól pedig imádkozni tanultam meg, azt figyeltem meg, hogy a gyülekezeti összejöveteleket nagyon-nagyon komolyan vette, és minket is mindig elvitt, és ebben hűséget mutatott, és nagy elkötelezettséget. Most az édesanyától van szó, és az édesanyákatért adunk hálát, és hadd mondjam azt, hogy az édesanyák óriási dolgot tehetnek az Isten országáért, mert egy édesanyja az, aki ott van a gyermekeivel, ismeri őket, kapcsolatban van velük, és szembesítheti őket az Isten szeretetével, de ugyanakkor szembesítheti őket az elveszettségükkel is. Mert ebben is Isten használja az édesanyákat. Például az én életemben így használt az én édesanyámat, hogy amellett, hogy nagyon szeretett és gondot viselt rám, meg rám, meg volt a ruhánk, az élelmünk nagyon nehéz időkben, de azt nagyon komolyan vette, hogy mi is, noha papgyermekek vagyunk, lelkész családgyermekei, de elveszettek vagyunk, és meg kell, hogy térjünk. És ezért kimondottan imádkozott édesapámmal együtt. És hadd mondjam azt, kedves édesanyák, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Sok anya elrontja ott, hogy túl szereti a gyermekét. Azt hiszi, hogy ha nem beszél neki a bűnről, azt hiszi, ha nem beszél arról, hogy noha Isten teremményei vagyunk, de mégis elveszettek vagyunk a bűn miatt, azt hiszi, hogy azt akkor ez a gyermekének jó lesz. Pedig nem lesz jó. Az a helyes és az a jó, ami a gyermeknek is jót hoz, ha szembesítjük őt azzal, amit a Biblia mond, és amivel az Úr Jézus is szembesítette az embereket. Milyen illedelmesen oda megy hozzá Nikodémus. És amikor elbeszélget vele Nikodémus ének évadján, az Úr Jézus őt is szembesíti azzal, hogy Nikodémus szükség nélkül újonnan születni. És elmagyarázza az Isten országára vonatkozó dolgokat. És testvéreim, a mai időkben, amikor nehéz idők vannak, én úgy gondolom, hogy egy édesanyja nagyon sokat tehet így a gyermekéért. Hogyha imádkozó szeretettel, ha olyan lelkülettel veszi körül a gyermekeit, és azokat, akiket Isten őt felelősítette, hogy miközben gondot visel róluk fizikailag, lelkileg is gondot visel, és a lelki gondviselés ebben nyilvánul meg, ha oda segítjük a gyermekeinket, hogy megtérjenek, és aztán Isten szent lelke újjá szülje őket. Nem szeretném azt, hogy most ez az anyák napja csak az édesanyákról szóljon, hanem úgy gondoltam, hogy az egész családról szóljon, mindenkinek legyen üzenet, férfiaknak is, apáknak is, gyermekeknek is, édesanyáknak is, nagymamáknak, mindannyiunknak szükségünk van arra, hogy isteni szeretettel szeressünk.
és ezért arra gondoltam, hogy ezt az igét osszam meg a testvérekkel, és hogy ennek az igének az üzenetét adjam át a testvéreknek ezen a délután. Mert Isten azt mondja nekünk itt ebben az igében, hogy mindent adhatunk egy embernek, mindent adhatunk egy gyermeknek, ha ezt az isteni szeretetet, ha ezt a megmentő szeretetet nem fogja tapasztalni, akkor semmik vagyunk. Azt mondja itt az ige, a testemet tűzre adhatom is, ha szeretet nincsen bennem, semmi vagyok. És arra gondoltam, hogy egy kicsit elmélkedjünk afölött, hogy milyen ez az isteni szeretet, hogy van a Bibliában meghatározva, és utána pedig arról is, hogy hogyan adhatom tovább ezt a szeretetet, hogyan oszthatom meg másokkal is. Utána pedig egy néhány dolgot szeretnék arról is elmondani, hogy milyen az, amikor valaki szeretet hiányos, mert ennek is megvan a következménye, és megvan a nyoma egy ember életében. És ezt azért szeretném elmondani, hogy mindannyian, akik itt vagyunk, édesanyák, édesapák, ezen az estén elkötelezzük magunkat arra, hogy igenis, isteni szeretettel fogjuk szeretni egymást, és hogy ezzel a szeretettel fogjuk támogatni egymást. Mit mond először azoknak a sora, vagy azoknak a sokasága, akik nem Isten szerint közelítik meg ezt a témát, és akik nem így fogalmazzák meg a Biblia szerint, hogy mi a szeretet. Először néhány ilyen megfogalmazást szeretném, hogy megnézzük. Plátón azt mondta, és így határozta meg a szeretetet, hogy a szeretetet az csodálat és vágyakozás. A szeretet nem más, mint egyfajta csodálat és vágyakozás. Az igaz, hogy ez benne van, hogy akit szeretünk, az csodáljuk. A gyermek nagyon tudja csodálni az édesanyját, és nagyon tud vágyakozni az édesanyja után. De nem ennyi a szeretet. Ha csak ennyi volna a szeretet, nem menne előbbre a világ. Ha csak csodálkoznánk és vágyakoznánk. A szeretet valami más. Valaki azt mondta, és ez a nagyon gyakori, ez a megfogalmazás, hogy a szeretet az érzelem. Nagyon sok érzelem. És azt tud igazán szeretni, aki tele van érzelemmel. Hát igen, lehet így érzelmekkel is szeretni, csak ez nagyon hamar elillan, és nagyon hamar változhatnak az ember érzelmei. És éppen ezért a szeretetet, amikor vizsgáljuk, a Szentíráshoz kell forduljunk, hogy mit mond a Biblia a szeretetről. A Szentírás 4 szót használ a szeretet meghatározására, és ezeket szeretném elmondani. Az egyik, amit használ a sztorgé, amit így nevez meg, hogy természetes vonzalom. Vonzódok azok iránt, akikben látok ügyességet, látok tehetséget, és vonzódok így vezetők iránt, vonzódok olyan emberekhez, akik Isten emberei, nem tudom megmagyarázni, miért, csak egyszerűen vonzódok hozzájuk. Egy természetes vonzalom alakul ki az emberben azok iránt, akiket lát és akiket szeret. Aztán úgy is meghatározza a Biblia a szeretet fogalmát, hogy a Biblia a szeretet az erosz is, ami a Szentírás tanítása szerint egyfajta szexuális vonzalom. Ez is Istennek az ajándéka, a házasságon belül, ott akar ezzel meggazdagítani, és ott akarja megáldani az életünket. Aztán úgy is beszél a Biblia a szeretetről, mint filia, ami nem más, vagy fileo, ami nem más, mint baráti szeretet, olyan összekapcsolódás a barátokkal, olyan baráti kapcsolatoknak a kialakulása, ami által az ember nagyon sok szépet kap, jót kap, tanácsot kap, és látunk a Bibliában ilyeneket, hogy voltak királyok is, akiknek voltak bizalmasai, akikkel az életüket megosztották és baráti kapcsolatban voltak. Ilyen volt Dávid és Jonathánnak a barátsága, vagy Pál apostolnak és Timóteusnak is a kapcsolata. Noha ott a korkülönbség nagy volt, de mégis egy baráti kapcsolat alakult ki Pál és Timóteus között. De a Szentírás
a szeretet meghatározására az agapé szót használja a legtöbbet. És ez azt jelenti, hogy áldozatos szeretettel szeretem az embereket. Hogy úgy szeretem az embereket, ahogy Isten. Hogy nem csak beszélek a szeretetről, nem csak nagy elveim vannak arról, hogy mi a szeretet, hanem ezt tettekben is kifejezem. Tettekben is megmutatom azt, hogy milyen módon tudom az embereket szeretni, és ezek a tettek azok a tettek, amelyek Istentől való. Az Úr Jézus erre egy példázatot mondott. Az irgalmas samaritánus példázatát. És ott bemutatja a lévitát, bemutatja a papot, bemutatja azt az embert, aki félvoltra verte, ott van az útszélén, mind a kettő elmegy mellette, de azt mondja, hogy igazán az az ember szerette, aki felvette azt a megvert embert, elvitte a vendégfogadóba, és kérte, hogy viseljenek rá a gondot. És ezt nevezi az Úr Jézus igazi szeretetnek, hogy ez igazán szerette azt az embert. És ez az, ami a mi életünkben is meg kell, hogy nyilvánuljon. Testvéreim, a szeretet az nem úgy van, hogy várom, hogy valahogy megteljek szeretettel, és kipréselem magamból a szeretetet, és aztán így elvégzem a rám bízott feladatokat, vagy dolgokat, vagy azt, amit Isten éppen elénbe hoz, hanem a szeretet az egy döntés is. És ezt, hogyha én eldöntöttem magamban, hogy szeretni fogom az embereket, és kész vagyok arra, hogy ehhez a döntésemhez hű legyek, Isten a Szentlélek által segíteni fog, és mellettem lesz, és adja nekem a szeretetet. És itt érkeztünk meg ahhoz a kérdéshez, hogy hogyan tudunk másokat igazán szeretni. Az igében azt láthatjuk, hogy azt tud igazán szeretni, aki elfogad szeretetet. Az Efézusi levélnek a harmadik részében, nyissuk oda a Bibliánkat, a harmadik részében, a 18. versben, 17. és 18. versben ezt mondja az ige. Lakozzék a Krisztus hitáltalati szívetekben, a szeretetben meggyökerezvén és alapot révén. Szeretni azt tud, aki elfogad szeretetet Istentől. Azt, hogy gondot viselünk gyermekeinkről, az, hogy egy édesanya szereti a gyermekeit, ez minden édesanyára jellemző. Ha hívő, ha nem hívő. Mindenkiben benne van egy apában is, és egy anyában is, ez az ösztön, hogy gondot viseljen a gyermekeiről, gondot viseljen azokról, akik körülötte vannak, és akik tőle származnak. De az a plusz szeretet, ami nem illan el, amibe belefér más ember is, ami Istentől való, ez csak úgy lehet az enyém, hogyha én ezt elfogadom Istentől. Sokan vannak, akik panaszkodnak, hogy ezt vagy azt az embert nem tudom szeretni. Igen, mert nem imádkoztál érte. Igen, mert nem tettél érte semmit. Igen, mert nem hoztad az Úr elé. Ha valakit az Úr elé hozunk, és imádkozunk azért, hogy Isten megtöltsön iránt a szeretettel, meg fogja ezt tenni. Valaki egyszer azt mondta, hogy ő azt kérte Istentől, hogy tanítsa őt szeretni. És úgy tanította szeretni, hogy körülvette nagyon sok nehéz emberrel. És akkor azt mondta Istenem, hát így tanít szeretni, ezeket nagyon nehéz szeretni. És a válasz az volt, igen. Így akarja megtanítani szeretni, hogy ezeket az embereket szeresd, mert ha ezeket tudod szeretni, akkor másokat felé is meg tud nyílni a szíved. És Isten úgy tud minket szeretettel megajándékozni, ha előtte megállunk, mint üres edény, megtölthet minket a Szentlélekkel, és a belénk áradó Szentlélek által tanít meg Isten minket szeretni, kitartóan, hűségesen, olyan szeretetet ad Isten, hogy még az ellenségeinket is fogjuk tudni szeretni, és még azokat is, akik számunkra nem szimpatikusak. Még azokat is fogjuk tudni szeretni Isteni szeretettel. A másik fontos dolog, ami szintén szükséges ahhoz, hogy tudjunk szeretni, az, hogy meg tudjunk bocsájtani.
és hogy a múltat le tudjuk zárni. Nagyon sok gyermeknek, nagyon sok fiatalnak, nagyon sok szülőnek ott van rengeteg fájdalom a szívébe. Rengeteg tüske, amit sose tudott lerendezni. Amit nem tudtak megbeszélni, és nem tudtak egymásnak megbocsájtani. Sorolják, sorolják, mondják, és belebetegszenek már, tönkre mennek a belső részei, a belső szervei, mert annyira meg van nehezedve a lelke, amiatt, hogy nem tudott megbocsájtani, amiatt, hogy nem tudta elengedni a múltat. Testvéreim, mi lenne, ha ma ezt kérnénk az Úrtól? Hogy mindenkinek feltétel nélkül meg tudjunk bocsájtani. Elengedni azt, ami ott van a szívünkben. Elengedni azt, ami fájdalom. Azt mondja a Pál apostol a Kolossai levélben a harmadik résznek a 13. versében. Elszenvedvén egymást, és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna, miképpen a Krisztus is megbocsászott nektek, aképpen ti is. És ezt nem csak a gyülekezetre mondja, hanem a család életünkre is. Nagyon nehéz ott az élet, ahol nincs ez a megbocsátás. A gyermekek nem vágynak haza, feszültség van, tönkre mennek a dolgok, tönkre mennek a kapcsolatok. De ma az a jó hír, és ezt hirdeti nekünk az ige, hogy Jézus Krisztus az ilyen tönkrement kapcsolatokat, az ilyen zsákutcába futott kapcsolatokat is rendbe tudja hozni, meg tud eleveníteni, ő, aki feltámadta halálból, fel tudja támasztani a te kapcsolataidat is. És rendbe tudja hozni az életedet. Csak ezt akarja. És tiszta szívvel tud megbocsájtani, és tud elengedni a tartozásokat. Valaki egyszer azt mondta, hogy ha mind a két kezünk tele van, nem tudunk mást megölelni. És lehet, hogy tele van a kezünk sok sérelemmel, sok mindennel, amit összegyűjtöttünk az élet folyamán. Le kell ezeket tenni. Oda, ahova való, a kereszt alá, megbocsájtani, elengedni, és szabad szívvel tovább menni, és szeretni az embereket, szeretni azokat, akik körülöttünk vannak. Édesanyánkat, nagymamánkat, férjünket, feleségünket, gyermekeinket, amíg itt vannak velünk, amíg szerethetjük őket. Aztán egy harmadik dolog, ami szintén szükséges ahhoz, hogy szeretni tudjunk, hogy szeretetteljes dolgokra gondoljunk. Ez is egy nagy problémánk és bajunk. Hogy teleszedjük magunkat mindenféle gondolattal. Forgatjuk ezeket magunkba, ott vannak, járnak bennünk ezek a gondolatok, és akkor persze, hogy nem tudunk szeretni, ha ilyen negatív dolgokkal, negatív erőkkel vagyunk tele. Azt mondja Pál apostol a Filippi levélben, az az indulat legyen bennetek, ami a Krisztus Jézusban is volt. Krisztusban olyan indulat volt, hogy minden embert szeretett. És testvéreim, megfigyeltem azt, hogyha én magamban valamilyen negatív dolgokat, érzéseket futtatok végig, akkor ez valóban megmérgezi és megmétejezi a kapcsolataimat. Az emberekkel is, és nekem is egy rossz hangulatom lesz. De azt is megfigyeltem, hogy ezeknek a gondolatoknak határt lehet szabni. Meg lehet állítani. És ha valaki magát rajta kapja azon, hogy ilyen negatív gondolatok futnak benne, azonnal állítsa le ezeket. És a legjobb lehetőség arra, hogy ezek a gondolatok leálljanak, hogy imádkozunk, az Úrhoz kiáltunk, és kérjük azt, hogy ő töltsön meg a szeretetével, és töltsön meg tőle való gondolatokkal, tőle való gondolkozással. Aztán a negyedik dolog, ami szintén fontos, és itt benne van az igében, hogy cselekedjünk szeretetből. Itt, ha megnézzük a felolvasott igét, a negyedik résztől a 8. versig 15 tett van felsorolva, amit a szeretet tesz, vagy nem tesz. És ez így van, hogyha a szeretet a szívünkben ott van, akkor ez cselekedetekben is megnyilvánul, cselekedetekben is megmutatkozik. Stanley Jones, aki egy nagy evangélista volt, azt mondta el, hogy amíg ő meg nem ismerte az Úr Jézust, nem volt kedve arra, hogy az emberek közé menjen.
valahogy terhére voltak az emberek, nem kívánkozott találkozni velük. És azt mondja, miután az Úr Jézust megismerte, Isten megtöltötte az ő szeretetével, átölelte volna az egész világot. Egy ilyen dolgot mondott, persze, ez ugye egy lelkület, nem kell, meg nem is tudja egy ember átölelni az egész világot, de ez, hogy mindenkit kíván szeretni, mindenkit tud szeretni, ez a megtérésnek és az újjászületésnek a jele. És testvéreim, most akik itt vagyunk, édesanyák, édesapák, gyermekek, fiatalok, felnőttek, idősek, ha szétnézünk a terembe, ki tudjuk-e azt mondani, hogy mindenkit tiszta szívből szeretünk? Ki tudjuk-e azt mondani, ha most ez a testvér vagy testvérnő kérezkedne az Antónba, hogy hazavigyem a lakásáig, azt tudnám-e mondani, hogy igen, elviszem? Vagy ha úgy lenne, hogy egy teát együtt igyunk meg és elbeszélgessünk az igéről, meg tudnám-e ezt tenni? Vagy azt mondom, hogy hát azzal nem, azzal se, ezzel se, amazzal se, és aztán válogatom, hogy ki az, akit szeretek, vagy akit nem szeretek. Ez nem hoz jót egy gyülekezetnek sem, és nem hoz jót a mi életünknek sem. Az az igazi, és az az Istentől való, hogyha mi igazán mindenkit tudunk szeretni, isteni szeretettel. És ez a szeretet formálja a szíveket, és ez a szeretet teszi áldottá, kedvessé a gyülekezetet. Nézzünk néhány dolgot arról, hogy ha nincs meg ez a szeretet, ha nincs meg ez, amiről az ige azt mondja, hogy legnagyobb. Gondolkoztam ezen is, hogy miért mondja ezt az ige, hogy a legnagyobb a szeretet. Felsorolja a hitet, a reményt, és végül azt mondja, hogy a legnagyobb pedig a szeretet. Miért a legnagyobb? Azért, mert ha van szeretet, akkor lesz hit is, és akkor lesz reménye az embereknek. Meg lehet figyelni, hogy egy gyermek, ha szeretve van az édesanyától, az édesapától, sokkal hamarabb megtalálja az Úr Jézust, mint ott, ahol ellenséges állapotok vannak. És a szeretet hozza a szívekbe a hitet, a ragaszkodást Istenhez, utána pedig a reménység ott lesz a lelkébe, és vágyakozik arra, hogy neki is szép jövője, áldott élete legyen. De ha ez nincs meg, akkor nagyon sok gond és nagyon sok baj ennek a következménye. Például a szakértők azt mondták, hogy nagyon sok betegségnek szeretet hiány az oka. Van olyan, hogy egy ember nem kap szeretetet, egy édesanyja, vagy egy gyermek, vagy egy édesapa, és volt, hogy arra panaszkodott, hogy fejfájása volt, légszomja volt, gyomorfájdalma volt, az orvosok megvizsgálták, semmi szervi baj, mint olyan nem találtak, csupán oda tudtak eljutni, hogy valószínű, hogy szeretet hiányos. És ezért azt tanácsolták a szülőknek és a környezetüknek, hogy még jobban fejezzék ki a szeretetet, mint ahogy eddig tették. És olvastam most nemrég egy könyvet, ami nagyon elgondolkoztatott, ez Pálhegyi Ferencnek a könyve, és ő írja le azt az ő könyvébe, hogy van két pszichológus, Chapman és Campbell, akik megállapították azt, ez ugye külföldi, de keresztény pszichológusok és Istenhez közel lévő emberek, megállapították azt, hogy az embernek van szeretett tankja. Ez egy nem látható része az embernek, de mégis van. És hogyha abból lefogy a szeretet, kifogy a szeretet, akkor különféle megnyilvánulások történnek. És ez nagyon rossz hatással van az emberekre, és nagyon sok fájdalomnak az okozója. Például azt mondta, és azt mondják, hogy azok a gyermekek, akik nem kaptak szeretetet a közösségben, a gyülekezetben, vagy a családban, nagyon instabilak akkor, amikor felnőtt. De fordítva is igaz, akik meg szeretetet kaptak, és támogatva voltak, azoknak pedig stabil lett az életük. És többek között József Attilát hozza ez az írás példaképpen arra, hogy milyen volt ő, aki nem kapott szeretetet. Kérte az anyjától azt, hogy vigye fel a padlásra, nem tudta fölvinni,
ugye dagadt ruhát adja másra, engem vigyen fel a padlásra. Aztán vágyakozott az apja után, az apja elvándorolt külföldre, és nem törődött vele, aztán ment a papokhoz, görög katolikus volt, de azt mondja, nem talált szeretetet, csak papokat, nem érezte azt, hogy Istennek milyen a szeretete, és a végén aztán tudjuk, hogy belehal ebbe. Az édesanyja már hamarabb meghalt, ő is aztán belehalt ebbe. És az utolsó versei között van egy ilyen, azt írja, jaj, veszékelve, és mint egy sóvárokba szeretet után, így mondja, szeressetek, szeressetek nagyon, hessencsétek, hessencsétek el, nagy bajok. És ez így van, hogy aki nem kap elég szeretetet, az oda tud jutni a halálnak a szélére. És tönkre tudja tenni magát. És éppen ezért, testvéreim, most van az ideje annak, hogy mi a szeretetünket kifejezzük. Az édesanyám felé, a nagymamák felé, a szüleink felé, ne azután, mikor már elvétettek, s már nincsenek velünk, azután akarjuk mi behozni ezt, mert elmúlik ez az idő. És ugyanígy szeressük a gyermekeinket is, és fejezzük ki a gyermekeink felé is a szeretetünket. Azzal a céllal, hogy nyerjük meg őket Krisztusnak. Azzal a céllal, hogy öleljük őket is oda Isten családjába. Mert mindenki Isten teremtménye, de nem mindenki Isten gyermeke. Isten gyermeke úgy leszel, ha egy döntést hozol, és azt mondod, Istenem, én meg akarlak személyesen ismerni. Istenem, én téged szeretni akarok. És ha te szereteteddel akarom szeretni azokat az embereket is, akik körülöttem vannak. Nemrég meglátogattam egy idős néni, és ez egy nagyon tanulságos látogatás volt, miután befejeztük a beszélgetést, az imádságot, az éneket. Többek között ez a testvérnő elővette egy nagy almát, és azt mondta, ezt a testvérnek akarom adni. Mondtam, a látogatás nem erről szól egy lelki pásztortól, hogy most jön, és akkor adnak valamit, de ezt én a testvérnek akarom adni. Azt mondja a testvérnő, nézze meg ezt a nagy almát. Megnézem, ez teljesen épp. Ezt mi valamikor ősszel betakarítottuk, és nézze meg, hogy így élte meg a tavaszt. És úgy a maga módján becsomagolta ezüst papírba, és idatta nekem. És amikor mentem hazafele, ott volt az ülésen mellettem, és néztem az almát, és láttam, hogy tényleg minden itt épp, nem rothat meg sehol, pedig azt mondta ez a testvérnő, hogy az összes többi mellette mind megromlom, de ez az egy megmaradt éppen, és ez is ugyanazoknak a hatásoknak volt kitéve, de mégis megmaradt éppen. Akkor a szívemben az volt, Istenem, én ilyen akarok lenni. Hogy ilyen épp legyen a kapcsolatom vele, és az emberekkel. Hogy senki és semmi ne rontsa ezt meg. Akarom azt, hogy ilyen legyen az életem, ilyen viruló és szolgáló élet. És ez az, amit kérhetünk közösen mindannyian, akik itt vagyunk ma. Hogy az Isten áldja meg a mi kapcsolatainkat, áldja meg a vele való közösségünket, és az emberekkel való kapcsolatunkat. A felolvasott igében Pál apostol nagyon szépen mondja el, ez egy himnusz a szeretetről, de az Úr segítsen abba, hogy ne csak egy himnusz legyen ez, hanem gyakorlatilag nyilvánuljon meg a szeretet bennünk. Úgyhogy ezt a szeretetet ma este ki lehet fejezni az édesanyám felé, a szülők felé, a nagymamák felé, gyerekek szüleik felé, szülők a gyerekek felé, a gyülekezeti tagok egymás felé, és jellemezzen bennünket az isteni szeretet, a krisztusi szeretet, a Szentlélek által. Ámen. Kérek három testvért, hogy imádkozzon, kérem, hogy Babos Márton testvér vezessen imádságban. Nagy Kassa Lőrinc testvér és Kis Máté. Hajtsunk helyet és imádkozzunk. Jó Atyám, magasztalunk téged azért, hogy a te kegyelmedből a mi napjainkat megáldoztad, nem csak a mák, hanem az eddig elmúlt életünk idejének minden napját. Köszönjük, hogy mindezt Jézus Krisztusban tetted,
akivel együtt mindent nekünk ajándékoztál. Annyi minden van ebben a mindenben. Minden benne van. Köszönjük az örök életnek az ígéretét is, amit ő által adtál nekünk hitből és hitáltal, és magasztalunk azért, hogy arra bátorítottál ma bennünket, hogy tanuljunk meg tőled szeretni, téged és egymást. Embertársainkat, édesanyánkat, mellettünk élő atyánk fiát, a mellettünk lévő szomszédunkat, a gorombát, a gonoszt, az igazat, a szentet, azért, hogy legyünk ilyen példái ennek a világnak, világítók, tőled kapott világossággal, és forró szeretettel szerető emberek, akik tőled tanultunk meg szeretni. Azt is köszönjük, hogy az édesanyák szívében egy különleges szeretetet plántáltál, amely szeretettel meg tudják harcolni életüknek azt a szakaszát, amikor a gyermekvállalástól, a gyermeknevelésen át, addig, amíg a szárnyai alól elrepülnek, azok szeretettel, gondoskodással, önfeláldozással, odaadással végzik ezt a megbízatást. Áld meg őket, kérünk. És köszönjük, hogy áldásoddal mehetünk el innen így mindannyian, ma is. Amen. Amen. Áldunk te is, a drága megváltozunk a szépen, egész nap. Köszönjük, hogy te vagy a szeretet forrás. Köszönjük, hogy úgy szerettél bennünket, Istenünk, hogy egyetlenedet, az Úr Jézus Krisztust adtad életünk. Ezt a szeretetet, melyet ő hozott, mindannyiunk lelkébe, mindannyiunk szívébe be akarod plantálni. Hogy azzal a szeretettel szeressük egymást, fele barátunkat, amivel te szerettél tenni. Urunk, áldunk téged azért, hogy gyülekezet lehetünk itt Szatmáron, akik megismertünk téged, akiket hírre váltottál meg. Köszönjük a gyülekezetünkből és a városból is, és a körzetből is mindazokat az édesanyákat, akik ma este itt lehettek. Kérünk, hogy áld meg őket. Szenteld meg az életüket, és jutalmasd meg munkájukat azzal, hogy gyermekeik, családtagjaik megismernek téged. Köszönjük, Uram, azt az önfeláldozó szeretetet, amit érettünk tettek. Most külön hálát adunk a nagymamákért is, akik évekkel vagy évtizedekkel ezelőtt vállaltak bennünket. Most hálát adunk, hogy hozzád vezettek. És mi megismertünk téged, és szolgálhatunk most ebben az időben. De imádkozunk a következő nemzedékért is, most gyermekeinkért, fiataljainkért, hogy azt a hitet, azt a képmutatás nélküli hitet sajátítsák el, tegyék magukévá, amit láttak az édesanyjukban, láttak a nagyanyjukban, és láttak mindazokban, akik egész közelről követnek téged. Munkálkodj, kérünk, a Szentlélek által, és add, hogy gyermekek legyenek és legyünk engedelmesek neked, a te igédnek, és az a szeretet, amire ma délután tanítottál, add, hogy legyen minden családban jelen, minden édesanyában, édesapában, nagymamában, és a gyermekek szívében is. Urunk, újítsd meg az életünket, újítsd meg gyülekezetünket és gyülekezeteinket, hogy még sokan általunk, életünk és szolgálatunk által megismerjenek téged, hozzád vezessük. Köszönjük, hogy meg fogod adni ezt a kegyelmet is. Amen. Amen. Te magad meg a szeretet, és köszönöm azt a szeretetet, amelyet elküldtél a világba. Hálás vagyok azért a szeretetért, ami nélkül bármennyire is vágyakoznánk, nem tudnánk hozzájönni, és ellennénk szakítom te tőled örökre. Köszönöm a Jézus áldozatát, amelyen keresztül nekem is utam lehet te hozzád, és mindannyiunknak lehet te hozzád. És szeretnénk most ezen a délutánon azt kérni, hogy a szeretet hadd elevenedjen meg a kapcsolatainkban. Látod a személyes életemet, és látod a közösségi életünket is. Látod, hogy mennyire váltotta fel a szeretetet, az érte, a szimpán, ismeretség, vagy bármi egyéb. Kérlek, Uram, hogy az első szeretetet azt gyújtsd fel újra az én szívemben és mindannyiunk szívében. És imádkozom a délután az édesanyákért. Köszönöm az ő szeretetüket is, azt a szeretetet, amelyet csak tőlük kaphatunk meg, és mástól nem kaphattuk volna meg. Kérlek, hogy jutalmazd meg őket gazdagon,
azokért az áldozatokért, amit hoztak, talán szemünk láttára, vagy talán tudtunk, de mégis annyi mindent tettek, hogy mi a te utadon járunk, és követhetünk téged. Uram, arra kérlek, hogy kapcsolatainkat is telé jelen, és hogyha konfliktusok is adottának, azt tudjuk biblikusan kezelni és rendezni, hogy bárcsak tudnánk együtt építeni a te hosszát. Amen. Köszönjük szépen mindenkinek, aki eljött ma délután, hívunk vissza a hálát mindenkit Isten tiszteleteinkre, segítsen az Úr bennünket, hogy szeretettel tudjunk élni, az Isten szeretetével. Köszönjük szépen Budai Lajos testvérnek is, hogy eljött vállalta a szolgálatot, kívánjuk Urunk gazdag áldását testvér életére, családjára, és küldjük üdvözletünket nagyváradra a testvéreknek. Szeressék az Urat és szeressék egymást! Befejező éneket fogunk énekelni. Jelzem azt, hogy a befejező ének után, a befejező ima után még kérünk majd mindenkit, hogy maradjon a helyén. Még van egy dolog, amit majd utána meg kell tenni. Énekeljük! Hála énekeljük! Hálát adunk neked azért, hogy örökkévaló szeretettel szeretsz. És hogy a te szeretetedet nem tudják elfogyasztani a nemzedékek, a generációk. Te mindig rendelkezel a szükséges szeretettel. És te bőven tudod adni ezt minden embernek, aki ezt kéri tőled. Köszönjük azt, amikor először átéltük azt, hogy mennyire szeretsz.
amikor hozzád fordultunk, amikor letettük az életünket elé, és te megkönnyörültél rajtunk, és átéltük azt a nagy felszabadulást, amikor megbocsátottad a bűneinket és levetted azt rólunk. De köszönjük azt is, Uram, hogy azután is ott voltál velünk, és figyeltél minket, és amikor szükségünk volt megújulásra, akkor kieszközölted ezt, úgy hoztad a körülményeket, hogy újból összetörjünk, hogy megújuljunk, hogy megújuljon a szeretetünk, megújuljon a ragaszkodásunk irántad. Köszönjük ezt neked. És most azért imádkozunk, Uram, hogy ne csak elfogadói legyünk a szeretetnek, hanem tudjunk másokat is szeretni, tudjuk továbbadni ezt. Szeressük azokat, akikért minősítetten is felelősség lettél. De minden embert szeressünk. Imádkozunk, hogy áld meg közösségünket, hogy ez a szeretet legyen tapasztalható mindenütt. De amikor összegyűlünk igét köré, akkor legyen tapasztalható a lélek jelenléte, az az igazi szeretet, amit tőled való. Most kiáltunk hozzád azokért a családokért, azokért az emberekért, akik előtt összekuszálódott az élet. Úr Jézus, te rendbe tudod hozni, bízunk benne. S ha valakit megszólítottál ezen az estén, kérünk, Uram, hogy ami rajta áll, tegye meg, hogy rendbe jöjjön az élete. Adja először önmagát neked, és utána pedig, amit még rendbe hozhat a hátralevő életében, tudja ezt megtenni, hogy így a te áldásod legyen mindannyiunknak az életén. Köszönjük, hogy végig kísérsz az úton, hogy segítesz nekünk, és minden nap megújul a te hűséged fölöttünk. Amen. Amen. Az Úr közel. Jöjjön. Szeretném mondani, hogy kérünk mindenkit szeretettel még helyén maradni, és a fiatalok minden kedves édesanyának egy csokor virágot fognak átadni, fogadják szeretettel, gyülekezetünk nevében, az Úr Jézus nevében. Sok szeretettel adjuk ezt emlékül, és Isten segítsen bennünket, hogy szeressük az Urat és egymást. Míg utják a virágokat, az énekkar fog énekelni, képsorok fognak menni a vetítőn, ezeket is meg lehet nézni. Ne maradjunk lehetőleg csendben, és várjunk.